Hepehupás vénszilágyban, hét szilvafa árnyékában szunnyadt lelkem ezer évet. Paraszt zsájaként aludt el, s bús krizantén fürtel ébredt, Hepehupás vénszilágyban. Hepehupás vénszilágyban, hét szilvafa árnyékában várt volna még ezer évet, míg időjön a csodákra. Ó, jaj nekem, hogy fölébredt, Hepehupás vénszilágyban. Szigorú szeme megserebben, falu még nem várt kegyesebben városi bújdosóra. Titkos hálóit értem szőtte, s hogyha leborulok előtte, bűneim elfelejti. Vagyok tékozló és eretnek, de ott engem szánnak, szeretnek. Engem az én falum vár. Ez itt a Bence, látod-e? Szelíd, széles domb, smél a lanka. Tán klastromált itt egykoron. Bence napéjén köttorony fehérlik, s kong süllyedt harangja. Ez itt az ér, a mi folyónk, ős dicsőségű kraszna árok. Most száraz, szomorú, repett. Asszonyom, tépjek-e neked medréből egy-két holt virágot? Ez itt a Kotó, volt falu, elsüllyedt vagy turk horda dúlta, csupa legendák és jelek. Itt akartam járni veled. És most gyerünk be a falunkba. Ez itt a falu, az én falum. Innen jöttem és ide térek. Mindszentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van. És itt jaj, átkos, folytó az élet. Ez itt pedig magam vagyok, régi tüzek, fekete üszke, s fölöttünk végzett szélfütyöl. Szaladj tőlem, átkozz, gyűlölj, avagy légy rám ujjongva büszke. Beteg vagyok, egy kis faluból lesküldöm vissza a világba, hidegrázós emlékezéssel. Hát ha üldöznek, hát ha. Hátha. Félek a sugaras napokon, minden kicsi látástól félek, s ha ablakomból messze látok, reszket és nyög bennem a lélek. De néha reggel késik a fény, s ülök büszkén, dőfös örömben, köd a falum, és én érzem jól, hogy biztos vagyok-e szent ködben. Megint ott vagyok elverten, túl a nagy családi kerten, a mindszenti temetőben, gondolatban, s balogul. Megint nincs semminek célja, és ezernyi kétség héja megint a szívemre húl. Itt a szívemre éhes csőrrel, húsevővel, vérevővel, héja csapatok lecsaptak, s már sikoltani sem tudok. Élve, tépetten és fázván, nagy rohanva és paráznán, most már futni sem tudok. Ott a tőben és a kútfőben, a mindszenti temetőben, ott vagyok Párizst loholva, veszekedetten megint. Veszekedetten, elverten, túl a nagy családi kertem. Végleg, fáradtam. Megint. Anyám hangjában szomorúság, apám hangjában vad feledés. Jaj, bekicsiny az élet, de kevés, de kevés. Hiszen ők cselekvék, hogy élek, hogy sokat és nagyon akarok. Hallgatnak, s én rettegve érzem, hogy ki vagyok. Becsoda, hogy vagyok és élek, hogy nem unom meg, s újra merek. Verset írok, és holnap már holnap megyek. A 140 éve született Ady Endrére emlékeztek a múlt héten az Érmincenti Zarándoklat elnevezésű nagyszabású ünnepség sorozaton, amelyet három helyszínen, Szatmárnémetiben, a költő szülőfalujában, Érmincenten és Nagykárolyban tartottak.
Balázs Imre József előadóként vett részt az eseményen. Így egy rövid beszámolóval kezdjük az Adiról szóló beszélgetésünket. Szervusz Imre, köszönöm, hogy eljöttél. Köszöntöm a nézőket. Nos, mesélj arról, ugye politikusok, civil szervezetek, egyházak képviselői és természetesen irodalmárok vettek részt a múlt heti rendezvénysorozaton. Milyen kontextusban beszélgettetek Ady Endréről? Nem sikerült a teljes rendezvénysorozaton részt vennem, a szatmárnémeti helyszínen ott voltam, és ott a szakemberek beszéltek az Ady költészetéről, arról, hogy mi az, ami belőle aktuális, mi az, ami tovább élt belőle a halála óta. Hát Egyedemese, Kozma Dezső, Kereskényi Sándor és még sok más irodalomtörténész beszélt Adiról, és tulajdonképpen különböző korszakai vannak az Ady utóéletének, hiszen Erdélyben már a két világháború között nagyon fontos volt az, ahogyan őt számon tartották, és aztán később Nagy Lászlóik, és én arról beszéltem, az én előadásom arról szólt, hogy a kortárs kultúrában lehetséges-e még Adit élő mintaként használni a fiatal költők számára. És lehetséges-e? Ez is egy hosszú történet egyébként, lehetséges, tehát én pozitívan álltam hozzá a dologhoz, de azt hozzá kell tennem, hogy amikor kb. 20 évvel ezelőtt én fiatal bölcsész voltam a Kolozsvári Egyetemen, akkor nem volt könnyű helyzetben Ady, mert mondjuk Babits vagy Kosztolányi bizonyos szempontból élőbbnek, izgalmasabbnak tűnt. Adiban ott volt ez a prófétai, váteszi, közéleti attitűd, ami pont a 90-es évek elején, én arról beszéltem Szatmáron, hogy ez egy bizonyos történeti pillanat is volt, hogy ugye az eufória 89-es rendszerváltozás után a szabadság, a demokrácia, bárki bármit, bárhol mondhatott. És akkor miért pont a költészetben mondta volna? Kicsit átköltözött a közéletiség azokban az években az újságokba, a televízióba, a sajtóba, és jobban figyeltünk akkor a nyelvre, arra, hogy jó mondatokat írjunk meg egyáltalán. És mostanra azt gondolom, hogy megint létrejött egy olyan helyzet, amikor érdekes egy olyan szerep, mint az Adié. El lehet jutni a közönséghez, bele lehet beszélni, akár a politikába is egy otthoni webkamerát kiteszek magam elé, és feltöltöm egy YouTube csatornára, és már is részese vagyok a nyilvánosságnak. Tehát, vagy a másik példám az volt, hogy a Slam Poetry események, amelyeken élőben hangzanak fel a versek, azok nagyon hasonlítanak arra, ahogyan Ady megszólalt a maga idejében. Bár többféle arcát ismerhettük meg, és főleg az irodalmárok is erről beszélnek, Ady az, aki a határozottan a látnok, a megmondó, a vátesz. Másrészt a bohém életet élő figura. Úgyhogy itt egy szerepről, vagy több szerepről beszélünk az ő esetében? Kemény Istvánnak emlegettük többen is az 2005-ben írt egy nagyon emlékezetes esszét a Holmi folyóiratban, Kemény István, kortárs budapesti költő, és ott például arról beszélt, hogy van Adinak a Kocsi út az éjszakában című verse, ugye ez a minden egész eltörött híres verssorral, és azt mondta Kemény ebben az esszéjében, hogy őt mindig zavarta a harmadik versszaka ennek a versnek, az úgy kezdődik a harmadik versszaka, hogy fut velem egy rossz szekér. Először beszélünk az egészről, hogy az eltörött, egy ilyen filozófiai történet bontakozik ki az első két szakaszban, akkor hogy jön ide ez a rossz szekér a harmadik versszakba? És azt mondta, aztán úgy fejtette meg saját magának, hogy ez ami Adiban a magyarság költő, tehát hogy ő
valahogyan kötni próbálta az ő költészetét a magyarság aktuális helyzetéhez. Mindig, tehát ez a rossz szekér, ez úgy, ahogy a Hortobágy poétájában, vagy a magyar ugar versekben, ez a magyar aktualitás volt. Tehát ő akár egy azon versen belül is tudott filozófikus, általános mondani valókat, és ilyen specifikusabb magyarság mondani valókat elmondani. És ugyanakkor politikai, ideológiai irányba sem lehet egyértelműen besorolni. Ezt az utóélet nagyon szépen mutatja. Ugye amikor Ady még élt, akkor a konzervatív oldal nagyon erősen támadta. Nem értették az ő kritikai magyarság tudatát, hogy azáltal, hogy ő kritikus a magyarsággal, az nem azt jelenti, hogy ő ne szeretné mondjuk a magyarságot, vagy ne lenne egy pozitív viszonya általában hozzá. Aztán a 20-as évek végén a hivatalos magyar kultúrpolitika Berzevici Albert és Klebelsberg Kunó is megnyitotta tulajdonképpen az utat az Ady hivatalos kultusza előtt, akár állami kultusza előtt is. Erdélyben Makkai Sándor püspök volt ebben az úttörő, és onnantól kezdve a nemzeti oldal is magáénak érezte Adit. Megint tekerünk egyet a történelem kerekén, 45, 47, 48 jön Ady, a forradalmár költő, grófi szérünk, Dózsa György unokája, és 89 után pedig ugye megint elfelejtődtek egy kicsit ezek a versek, és akkor jött az eltévedt lovas, a kocsi út az éjszakában, az igazi modern Ady. Tehát nagyon sok arca van, és nem lehet kisajátítani, mert a legellentétesebb politikai oldalak is találnak maguknak olvasnivalót Adiban. A publicisztikájával kapcsolatban is emlegetik ezt a látnokiságot. Tehát, hogy ő már előre látta Erdélynek a sorsát, aztán úgy fogalmazott, 2018-ra jósolta az Európai Egyesült Államoknak a létrejöttét. Hogyan 2085-re, igen. Hogyan viszonyult a nemzetiségi kérdéshez, az etnikumokhoz? Ady egy nagyon szenvedélyes publicista volt. Megtörtént vele, hogy mondjuk néhány év elteltével már akár módosult is a nézetrendszere, de összességében azt mondanám, hogy egy ilyen szabadelvű, demokratikus világnézet alapján viszonyult pozitívan lényegében a századfordulós nemzetiségi törekvésekhez, és arra figyelmeztetett, hogyha ezt nem veszi figyelembe a magyar politika, akkor nagy bajok lesznek. Hát sejtjük, hogy ezért is utólag érdekes, hogy Adinak bizonyos szövegeibe beleláthatjuk azt, hogy igen, nem figyeltünk oda mégsem, és akkor az történt, ami történt. 2-3 évvel ezelőtt ment a Transindexen egy olyan sorozat, hogy minden héten közöltük Adinak egy publicisztikáját, újra közöltük. Engem kért fel akkor a szerkesztőség, hogy válogassak az Ady publicisztikákból, és én is nagyon erősen rácsodálkoztam erre is, hogy akár neveket behelyettesítve, politikus neveket, közéleti szereplők neveit behelyettesítve ráismerhetnénk jelenbeli folyamatokra, de én igyekeztem egyébként azokat a szövegeket kiválasztani, amik így általánosabban egy gondolkodásmódot kínálnak, és pozitív értelemben utat mutathatnak. Tehát Ady működik 2017-ben is, és működni fog 2018-ban, ugye a kerek évforduló kapcsán szerintem sokat fogunk hallani róla. Beszélhetünk-e Ady kultuszról? Beszélhetünk. Már a halálát követő évtizedben nagyon erős Ady kultusz alakult ki, és nem volt olyan korszak. Nagyon gyorsan végig galoppoztam, azt hiszem, azon a történeten, hogy lényegében mindegyik politikai rendszer tudott kapcsolódni valahogyan az Ady örökségéhez, még ha más-más dolgokat emelt is ki belőle.
Többek közt az a rendezvény, amin én is jelen voltam, tehát ez az Érmincenti zarándoklat, ez tulajdonképpen minden évben megszervezésre kerül. Nemrég voltam 2 héttel ezelőtt teljesen magán természetű úton a Csucsai kastélyban, ahol egy most nagyon szép adi kiállítás van jelen, tehát Csucsa is egy fontos helyszíne az adi kultusznak, Zilah is egy fontos helyszín. Nagyvárad egyértelműen. És Nagyvárad, ahol le is lehet ülni holnaposnak a holnaposok asztalához. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a helyek és azok az emberek, akik ott élnek, azok éltetik ezt a kultuszt. Balázs Imre József, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma. Köszönöm én is. Hát Adival folytatjuk a következő percekben. Lackovas Róbert színművész és Nagy Gergő zongoraművész Adi Fantázia című produkciójából láthatunk részletet. Hogy itt vannak becskönyvben, holtan nyomva, befűzve. Azt sem tudom, hogy vajon őket én voltam. Akárki is lehetnének, olyan furcsák és távoliak. Átok, panasz, zsoltár és bizonyos, hogy csúfolják, félik ezeket a bűnös dalokat, kik az életet félig élik. Bizonyos, hogy gyönyörű volna, ha ezeket a fájdalmakat más éli, és más panaszolja. De én voltam, tengerre hajtja bárkáinkat egy fekete ár, s várja a győztest egy fehérkendő 100 000 éve, lobog a szintről. Valaha régen ősi poéták álomasszonya szent remegésben nagy áhítással sírva tűzte oda. Meghaltunk, de föltámadtunk érte, folytjuk egymást, rongyolt a mezünk. Lobog felénk az a fehérkendős, evezünk, versengünk immár 100 000 éve. Marjuk a vad fekete habot minden asszonyok asszonyáért, ki réges-régen aludt. Lobog előttünk a fehérkendő, vinnyog, nyerült a fekete ár, tépetten rongyban mi csak evezünk 100 000 éve már. Hív bennünket a halott menyasszony, minden asszonyoknak asszonya, futunk! S szegény tintás rossz szívünkkel sosem érünk oda. Ne félj, ha jó, rajtad a holnap hőse, röhögjenek a részeg evezősre. Remélj, ha jó, ne félj, ha jó, rajtad a holnap hőse. Szállani, szállani, szállani egyre, oly-oly vizekre, a szűzi vizekre. Remélj, ha jó, ne félj, ha jó. Szállani, szállani, szállani egyre, új horizontok lébednek. Horizontok lébegnek el ébet.